Hálót ő sose sző. Pókmalac, vigyázz, ha jön a pókmalac. Jaj, az de nagy film volt. Simpsons családos. Oké. Itt egy minet szart. Hát ide. Menj. Ja igen, azt is a kintre is... nem, kint van még gomb, vagy azt is lelopták. Azt is lelopták, ez... ez komoly. Nem, kint van a gomb. Ja, csak éppen bejönni nem tudok vele, jó van. Én sem nagyon mondjuk, úgyhogy nem postoroz magad ezért. Ez még nem dob hatchlinget, ennyi. Olé! Na jó, hát akkor... Gécsom eszkartárs. Hallod, és követ téged a pó. De engem meg békén hagy. Helyes. Nagyon helyes. Na jó, akkor én most nagyon verem egy vödörrel. Igen, egy vödörrel. Nem, inkább egy ásóval. Az mondjuk érdekes, hogy ásóval is ugyanannyi leütni, mint mondjuk egy vödörrel. Hát mi ebben az érdekes? Az, hogy mondjuk egy ásóval azért hatványozottan egyszerűbb valamit vagy valakit leütni. Jó, az mondjuk, hát attól függ, milyen a vödör. Azért egy vas vagy plévödörre jobb fejbe nyomnak. Jó, mondjuk nyilván lendíteni, meg nincs fogása, én ezt értem. Egy ilyen műanyag homokozó vödörrel. Egy creeper, öregem berobbantotta a füves területemet, hogy rohadjon meg. Hát ezek a mai creeperök. De hogy jutott be ez a szerencsétlen barom? A sötét területre egyébként automatikusan spanolnak, úgyhogy... Jó, azt tudom, de hol van itt sötét terület, már ne haragudjál. Nem tudom, de tudom, hogy nagyon be kell fákjázni, mert ahol akár egy kicsit is sötétebb van, oda már tud a kis huncut. Na jó, mindegy, akkor megint glowstone-ozhatok, tök jó. Még elkezdtem megcsinálni az üvegházat. Mit szólnál, hogy az egyikbe sima gabona lenne, a másikba meg dinnye? Van dinnye magunk egyébként? Hát fogalmazunk úgy, hogy lehet. Jó, értem, tehát adsz magadnak. Egyet. Hát figyelj, szerintem, hogyha valamit áldozatot úgymond bemutatunk érte, akkor szerintem tök jogosan kaphatnánk egy dinnye magot. Hát mit gondolsz? Áldozom a lacot, vagy mire? Hát mondjuk, hogyha nem tudom, tűzünk ki valamit, hogy mondjuk, hogyha 64 fát mondjuk kidobunk, akkor kapunk egy dinnye magot. Szerintem ez így tök korrekt. Jó, oké, elkezdem kivágni ezt az irodaépületet. Jó, szerintem ha adjuk, hát adjunk egy dinnye magatás csáhát, akkor ér izgalmas ez a videó, hogyha van benne valami. Nem? Jó.
Gyiv dusi dínje mag, nem tudom, mi annak a ideje. Hát igen, éppen mondani akartam. Köszi. Ja, igen, 362 fán, gép. Oké. Nem. Viszont maga a környék ezt kezd egyébként tök jól kinézni. Csak néha ne örülne meg az egerem. Hozok vizet. Aztán mondjuk egy ilyen helyi vasúthálózatot simán ki lehetne építeni. Mondjuk mindenképpen, már csak azért is, mert ugye akkor nem kell folyamatosan ízét gyalogolni, bár én ugye azért gondoltam azt, hogy így egybeépítem az épületeket. Na, ez az, tovább ment a fű. Igen. Megint egy kockával tovább ment. Nyomvat egy kockával, mi? De és az is valami. Nem tudom, pedig a szerver magot se cseréltem ki, meg a pályát se, minden ugyanaz. Ezért nem értem, hogy miért változott. Hát igazából én sem, de feltűnően lassan terjed. Bár lehet, hogy csak... Nem baj, viszont legalább nem akadunk. Hát jó, mondjuk igen, nem hiszem, hogy a fű terjedésétől lagolnánk be. Kíván. Lehet, hogy a másik szerveren ezért volt. Olyan fénysebességgel terjedt, hogy az már a szerver nem bírta. Igen, a fű miatt bugolt be. Pontosan. Itt mire elterjed, hát ez kész, ez kabaré komolyan. És oké, hogy kivezetem, és aztán ki mi fog történni. 90 millió rész után lesz itt környéken egy kis golfpályányi terület maximum. Komolyan, mint hogyha golfoznál, na. Hát de nem. Mi golfozhatok, most mi van? Minecraftba? Aha. Oké. Hógolyóval. Mondjuk az nem tudom elütni. Valami zombi hangot hallok. Mondjuk teniszezni tudsz. Hogyha lemész a Netherbe, és a guest rád nő, és azt visszaütött neki. Igaz, tényleg. Mondjuk az lehet, hogy inkább baseball. Ezt a helyet akarod megcsinálni egyébként üvegháznak? Nem, csak így poénból verek itt szét mindent. Igen, egyébként. De miért a legtávolabbi házban gondolkodsz? Mert ez van kiüvegezve. Értem. Meg azt hiszem nem harunk bele egy kis sétálva. Oké. Minden esetben én eltakarítom a homokot, és akkor csinálunk belőle üveget. Oké. Vagy a poén lenne egyébként, ha cukornádnak is lenne különösebb értelme. Hát tudsz belőle csinálni sütit, meg könyvet, meg ilyenek, úgyhogy van értelme annak. Aminek nincs értelme, az a sóder. Tehát a grével. Igen, túl sok értelme tényleg nincsen. Lássuk, hogy mit dobja ki. Tedd bele egy ládával, aztán jó van. Na, megoldottam, csontból csináltam csomport, és rendben vagyok. Na.
Ha jó lesz ez, na. Ja. Viszont tényleg sínt azt kellene keríteni. Hát elméletileg van egy csomó vasunk, nem? Na jó, de azért ez elég véges, azt nem biztos, hogy sínre szeretném felhasználni, azért ahhoz baromi sok kell. Hát figyelj, egy plugin berakhatunk, hogy mit tudom én, pénzre beváltjuk a cuccokat, tehát azt meg átváltjuk mondjuk valami horror áron, mondjuk gyémántra, meg ilyenekre. Mondjuk tényleg egy ilyen plugin berakhatnánk, az nem rossz ötlet egyébként. És akkor tudnánk itt de akkor olyan, mintha lenne kereskedő. Igen, igen egyébként, pontosan. Na, ez így már ez egy egész jól néz ki. Szerintem egy valamire rendezkedjünk be. Mire gondolsz konkrétan? Mondjuk vagy állat, vagy növénytermesztésre. Hát nem muszáj egyébként vagy. Miért mind a kettőre? Hát szerintem úgy olyan, hogyha lennének mondjuk bizonyos fajta városok. Nem elég egy ilyen bazin nagy város. Egyébként növény termelni szerintem sokkal könnyebb, mint állatot tenyészteni. Nem, ne fogadj te erre. Hát már egy kis glowstone és nő a búza. De a disznókból, ezen kívül a brékelős disznón kívül, aki itt benn van a házban. Hát figyelj, azokhoz csak búza kell. És már is úgy szaporodnak, mint a nyulak. Most csalogatom ki. Egy, na. Szuper! Na, az nagyon jó lesz. Egyébként az nem tetszett nagyon még a Falloutban, hogy egy csomó helyen ugye át tudnál elméletileg ugrálni a törmeléken, gyakorlatilag még nem enged. Ja igen, például benne a városokban az tényleg nagyon gáz. Igen, szóval az. Úgy gondolom, hogy zsákutcákba keveredsz. Igen. Úgy gondolom, hogy még oké lenne, hogyha úgy csinálják meg, hogy tényleg úgy van ott a törmelék, hogy biztos nem tudsz rajta átmenni. De amikor felugrálok a tetejére, és tényleg mit tudom én, már csak egy ilyen kis keresztbe fekvő ólomcső lenne az utamban, amit ugye simán átugrok, azon már nem enged át. Vagy mondjuk még kisebb dolog volt az utamban, és azon se enged át. Vagy nem tudom becsalogatni ide a disznót karámba. Hol csinálta neki karámot? Hát igazából sehol, itt van ez a téglaépület, aztán ott. Jöjj ebbe a téglaépületbe? Na várjál, várjál! Ne! Váltsál vissza! Úgy! Ne! Fut előled! Na most már jön. Szerintem az ajtó zavarja. Egy. Aha. Ez az benn van. Ez az bejött. Egy ajtót rakj oda. Várjál, rossz helyre raktam. Egy. Na, ez az. Siker. Na, van egy disznónk. Kéne még egy. Nem mentem be. Fene. Ez. Itt alul egyszerűbb. Gomb. Na.